Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntünk ismét klubunkban mindenkit. Volt egy kis nyári szünet, reméljük mindenki hasznosan töltötte a szabad időt, és tudott pihenéssel is foglalkozni egy kicsit. Most pedig újra belevágnánk ezekbe a klubokba, amit már február óta elindítottunk. De azt kell, hogy mondjam, hogy most már ezek a klubok egyre merdebb témákat fognak felölelni, mert így februárban elkezdtük kapizsgálni azokat a dolgokat, ami ma már nem divatos, hogy finoman fogalmazzak, és nem publikus. Itt megemlíteném ismételten a februárban, amikor akik itt jártak az első klubba, és azóta is jelen vannak, azok tudják, hogy az első előadás keretében a káros földsugárzásokról beszéltünk, amit ezzel az eszközzel mérünk. Ezt minden klubon muszáj, hogy elmondjam, így felvezetőként, hogy ugye ez se publikus ma már, hogy vannak káros földsugárzások, amiben fekszenek az emberek minden éjszaka. Vízerek partna a zónák, ami nagyon nagy problémát okoz az emberi szervezetben, és nagyon komoly betegségeket hoz elő. Annak idején pár száz évvel ezelőtt az emberek tudatában voltak minden ilyen káros földsugárzásnak, és nem is feküdtek bele. Ezeket a földsugárzásokat ugye tudtuk mérni mindenféle eszközökkel, nem csak a pálcával, csak a pálca az egyik olyan közismert eszköz erre, amit a legtöbben használtak talán. De ezt mérhettük ötvös ingával, mérhettük egyszerű fagottal, bármivel. És a magyaroknak a 90%-ában még ráadásul ez az adottság, ez ott is van, hogy tudná mindenki mérni majdnem a vízeret és a harmalzónát, csak meg kéne tanulni, hogy meg kéne hallani fentről ezt a sugallatot, ha el tudnánk néha csendesedni egy kicsit, ahonnan jelzik nekünk, hogy kibe vannak meg ezek a képességek. Hát nekem ezt úgy kellett megtanulnom annak idején, hogy egy gyalázatos, komoly betegséget kaptam, többek között káros földsugárzás miatt, és majdnem belehaltam. Ez egy 3 éves tortúra volt, mire újra egészséges lettem, és teljesen alternatív gyógymódokkal. Ezt az előadás sorozatot pont ezért indítottuk el, mert úgy gondoltuk, hogy miért hagynánk magunkban ezeket az információkat, amiket megtanultunk, és a mi családjaink most már 10 éve eszerint élnek, hogyha ezt tovább adhatjuk. Így gondoltunk egyet, hogy békésen elkezdtük februárban ezeket a klubokat megtartani, és hát azt láttuk, hogy azért hál' Istennek van rá érdeklődés, így szerda esténként is. A előadás végén, akit most azoknak mondom, főleg aki még nem járt ezeken az előadásainkon, az előadás végén van lehetőség aurát méretni, aki szeretne, és nagyon beszédes az ember aurája, mert ugye mi is az aura röviden, tömören, mert a mai előadás nem erről szól, amiről most itt beszélek, csak hogy felvezessük egy picit. Az aura egy energiamező, ami körbeveszi, minden élőlényt körbevesz. Legyen növény, ember, állat, bármi, mindennek van egy aurája, egy energiamező. Na most nem mindegy, hogy az energiamező az mekkora az ember körül, és milyen állapotban van. És itt függ össze minden mindennel, hogy jó helyen fekszünk-e, hogy táplálkozunk, hogy élünk, milyen programokat futtatunk az agyunkba, mennyi negatív, mennyi pozitív program. Mert ez az aura, ez mi, a mi védőburkunk tulajdonképpen, de ha valahol megsérül valami miatt, onnantól kezdve a fizikai testünk megbetegszik. És ezzel a pálcával ezt nagyon egyszerűen itt a helyszínen be tudom bárkinek mérni, hogy van-e valami betegsége, vagy nincs, vagy káros földsugárzásban fekszik-e otthon, vagy nem. Itt már mértük be egyébként egy jó pár embernek az auráját, és már azt is mértük, hogy van, aki abba feküdt, és abba feküdt. Tehát ez most csak egy gyors felvezető volt itt, hogy honnan indult ez az előadás sorozat.
A mai klubunk, ezt mindig muszáj elmondjam, hogy a Palmetta Magyar Népi Kultúráért Egyesület hívta életre ezt a klubot is többek között, és a mi gyógyítónk, illetve tanárunk az Kovács Magyar András, én nála gyógyultam meg, majd nála végeztem el a szellemi iskolát, és most már mi is az ő zászlaja alatt visszük ezeket az előadásokat, és most már nem csak Békésen, hanem most már kezdi magát országosra is kinőni. Kovács Magyar Andrásról annyit lehet tudni, hogy ma most már 30 éve foglalkozik természetes gyógyítással, és az ő gyógyultjai, most már több tízezer emberről beszélünk, tehát egy elég komoly referenciáról, és nagyon-nagyon komoly betegségekből gyógyított meg embereket, nagyon komoly áttétes daganatos betegségektől, olyan betegségekből, akikről már lemondtak az orvosok, olyan betegekről, felnyitották, áttét mindenhol visszavarták, vége, mondta az orvostudomány. Andrásiknál meggyógyultak ezek az emberek, mai napig köszönik szépen, jól vannak. Ebben egészen pici gyerekek is voltak egyébként. Andrásikról még annyit, hogy ő csontkovácsként íródott be először az emberek köztudatába annak idején, mikor még Nyíregyházán lakott és ott kezdett praktizálni. Majd utána kerestek, kutatta az embereknek a lelki problémáját, hogy a mai világban mik azok a problémák, mik azok a blokkok az emberekben, amik gátolják az embereket a normális, idézőjelben normális életvitelbe, illetve hogy egészségesen tudjanak élni. És így most már 30 év alatt nagyon-nagyon sok mindenre megtalálta az utat, és ezt mi meg is tanuljuk tőle, meg is tanultuk, tanuljuk folyamatosan, illetve ő is mai napig viszi ennek az egész gyógymódjának a hírét, és most már olyannyira, hogy már a világ polgárrá vált, mert most már az Egyesült Államokon keresztül mindenhol gyógyít András, és mindenhol úgy várják, mint a messiást szó szerint. És a legutóbbi nagyon komoly találmánya, amit ma be fogunk itt ismét mutatni, csak ma talán egy kicsit megint más oldaláról, mint már mutattuk be eddig, a Matrix Drops Computer, ami ott van azon az asztalon. Ez a berendezés, ez most bejárta a világot körbe, és főleg olyan helyeken orvos konferenciák, Egyesült Államokban, meg még sorolhatnám nagyon sok helyen a világban, és az orvosok maguk azt mondták, hát kint természetesen ezeket a dolgokat már sokkal jobban értik. Mert eleve értik már kint, hogy mi az, hogy alternatív gyógymód, mi az, hogy nem kell egyből rohanni az orvoshoz. És azt mondták a kinti professzorok, orvosok, hogy 50-100 évvel előzte meg a korát ez a komputer. Hát azért ez az orvosok szájából nem rossz. Majd erről Anni fog egyébként bővebben beszélni, hogy mi is ez a komputer. Nekem a mai téma, ami lesz, az a szellemvilág. Hogyha valaki emlékszik már az előző előadásokban, pont mondtam is, hogy ahogy megyünk az előadásokon sorba, szépen összerakjuk az egész dolgot, és lesz a végére, év végére lesz egy kerek egész. Ez indult a földsugárzásoktól, és most már jutunk el oda, hogy belenyúlunk a kicsit erősebb témákba, mint például a szellemvilág, és például, hogy mindjárt halottak napja lesz, minden szentek napja. Úgy gondoltuk, hogy ez az októberi klub, ez pont nagyon jeles példája lehet ennek, hogy itt beszéljük meg a szellemvilágot, és itt beszéljük meg azt, hogy a múltban mi is volt igazából a halottak napja, és mit jelent az, hogy halottak napja, minden szentek napja, hogy ennek miről kéne ma is szóljon. Mert ma már nem erről szól ez sem. Hát most pedig átadnám a szót
Aninak, a Matrix Computer tulajdonosának, aki egyben oktatói szinten diplomázott Andrásnál a gép használatából, mert azért nem egyszerű egy ilyen gépet annyira használni. És meg is kérném, Ani, hogy mutasd be a Matrix Computert. Köszönöm szépen. Úgy látom, sokan vannak újak is. Tehát azért, de akik eddig itt voltak, azok is hallani fognak új dolgot a kompjúterről, amit eddig nem mondtam, nem említettem. Egy kicsit más szemszögből, gyakorlatilasabb szemszögből fogok információkat nyújtani önök felé a kompjúterről. Egy statisztikai berendezésről van szó, egy minta összehasonlító statisztikai berendezés, amit a Kovács Magyar András ötlete által a NASA fejlesztett ki. Szellemi sugallat, amit az András kapott meg a szellemektől, és a NASA fejlesztette ki. 2012-ben készült el ez a berendezés, azóta többször lett frissítve, újítva, a szoftvere egyre többet tud, és több mindent mutat meg felénk. Ez a berendezés 8 millió kérdést tesz fel, amikor valaki ráteszi a kezét a touchpadra. És erre a 8 millió kérdésre a számítógép nyelvén igen, nem, válaszol fél percen belül mindenki. Én úgy tudom, hogy egész életünkben nem teszünk fel 8 millió kérdést másnak. Illetve nekünk sem tesznek fel 8 millió kérdést, arról már ne is beszéljünk, hogy nem biztos, hogy igaz, amit válaszolnak felénk. A legnagyobb, mindig a legnagyobb problémát érzékeli a kompjúter, és ezt vetíti felénk. Ez általában egy 10-12 dologról szól. És igen, mik azok a nem kívánatos tulajdonságaink? Azokat mutatja felénk. Nyilván a pozitívumainkat is, hogy mi az, amiben erősek vagyunk, mert nagyon sokan nem ismerik föl, hogy mik azok az életbe, amiket tenniük kellene, amikkel foglalkozniuk kellene, mert igazándiból nem sokan tudjuk, hogy miért születtünk le, vagy legalábbis miért leszülettünk, nem sokan teljesítjük. A kompjúter rávilágít erre is, hogy mi az, ami az erősségünk, és amit ajánlatos kidomborítanunk, illetve mik a gyengéink, amiken Matrix dropszokkal tudunk változtatni információs csöppekkel. Megméri a bennünket körülvevő energiaburkot, az energiát, az érzéseket, az energiát, ugye az auránkat, letapogatja az auránkat. Ahol sérülés van, azt érzékeli. Épp ezért mutatja a kompjúter, ha vízér, vagy esetleg Hartmann zóna fölött fekszünk is. Az energiák, az érzéseket, az, hogy éppen aki látette a kezét a kompjúterre, milyen érzésekkel jött éppen hozzám, és tette rá a kezét. Az, hogy éppen valaki fölbosszantotta, és dühösen ült le, vagy éppen jó szándékkal, jó lélekkel, kedvesen érkezett hozzám, és úgy tette rá a kezét. Mindenkinek elévetíti pontosan azokat a mondatokat, amikkel érkezik, és ráteszi a kezét a kompjúterre. Gondolatainkat. Nagyon sokszor vagyunk gondolataink örvényébe. Szinte 70-80-90%-ban, amik elvisznek bennünket, nem jó irányba. Ezeket mutatja a kompjúter, rávilágít. Mi még csak rá tudunk egy-egy embertársunkra világítani, de az nem olyan, amikor én mondom a szomszédnak, mint amikor a kompjúter kiírja, hogy mi az a gondolati örvény, amiben éppen el van akadva az előttem ülő személy, akit mérek. Érzelmek, kapcsolatok. Éppen a főnökünkkel milyen a kapcsolatunk, és attól van már gyomorgörcsünk, vagy éppen gyomorfekélyünk is.
milyen a kapcsolatunk a gyerekünkkel, a szülőnkkel, a szomszédainkkal, mind-mind hatással vannak ránk. Természetesen a lelkiséget és a szellemiséget is méri a komputer. És ime igen. Mutatja a komputer, hogy milyen helyen fekszünk, és még azt is pontosan írja, hogy vízérben fekszünk-e éjszakánként, vagy éppen Hartmann zónában. Tapasztalataim szerint tudom elmondani, mi korábban pálcával mértük az emberek auráját, és jeleztük feléjük, hogy rossz helyen fekszenek. Ki kellene méretni a fekhelyüket. Azért úgy nem mondhatom azt, hogy az emberek 50%-a fogadta el ezt. Nyilván ez egy láthatatlan dolog, és nem mindenki hiszi el egy pálcás embernek. Ez a komputer egy objektív eszköz. Leírja, és azt is, hogy milyen mértékben van ez a káros földsugárzás. Tehát aki éjszakánként vízérbe fekszik, az igen egyértelműen láthatja, amikor felé fordítom a monitort, hogy rossz a fekhelye. Ma már elmondhatom, hogy az emberek 10 emberből 9,5 kiméreti a fekhelyét, amikor felé fordítom a komputert, hogy rossz helyen fekszik. És a háttérben mi van még? Mitől betegszünk meg? Az elektroszmog elsőként, de ez a következő klubunknak lesz a anyaga, erről csak egy villanást itt mutattam volna. És ami nagyon fontos, a táplálkozás. Aki már itt van február óta rendszeresen velünk, szerintem kívülről tudja, hogy mi az, amit nem ajánlatos fogyasztanunk. De azért ismételjük el, ismét. Tej. Növekedési hormon van benne, épp ezért nem fogyasztjuk. A tej a kisbocinak tartalmaz kódokat, nem pedig nekünk, embereknek. A következő a kristálycukor. Szerintem itt már szinte senki nem használ kristálycukrot, ahogy itt végignézek az arcokon. A szőlőcukor vagy a méz fogyasztása lenne ajánlatos. Amiről én most itt beszélek, ez egy Matrix protokoll. Ahhoz, hogyha valakinek problémája van, és javulást szeretne elérni, akkor ezeket a táplálkozási dolgokat ajánlatos betartania. Következő, a szója. Nagyon fontos lenne a szóját elhagynunk. Olyan géneket, olyan nyugvó géneket ébreszt bennünk fel, ami aztán szívelégtelenséget és akár halált is okozhat. A következő a hús. Méghozzá az a hús, ami antibiotikummal és hormonnal lett kezelve. Tehát amit a boltba lehet venni, akkor mondhatom szinte mind az. Nagyon fontos, hogy ne fogyasszunk ilyen húsokat, amik kemikáliákkal voltak, ilyen állatok húsait, amik kemikáliákkal voltak kezelve. A glutén. A rozs, a búza, a zab és az árpa, ami glutént tartalmaz. Ezeket az élelmiszereket, ezeket a magvakat, ezekből a készült kenyereket, péksüteményeket lenne ajánlatos elhagyni mindazoknak, akinek a táplálkozásával, illetve akinek az emésztésével probléma van. Legyen az vastagbélgyulladás, gyomorfekély, reflux. Mi az, amit fogyaszthatunk akkor a glutén helyett? Még egy picikét hadd kalandozzak el. Fontos lenne, hogy a búza lisztet lecseréljük kukoricalisztre, rizslisztre, illetve az ebből készült ételeket fogyasszuk. Tojásfehérje. Szintén nincs szüksége a szervezetünknek tojásfehérjére. A tojásnak a sárgája nagyon fontos élelmiszerünk, minden nyomelem, ásványi anyag benne van, viszont a tojásfehérje egy kis csibének a növekedéséhez kell, és növekedési hormon van benne szintén. Ami a lágy részeink, azok növekedhetnek, tehát lehetnek ciszták, miomák, daganatok növekedésében segíthet, aki tojásfehérjét fogyaszt. Margarin, szerintem itt már senki nem fogyaszt margarint.
ugye? Igen. És olaj, az étolaj. Nagyon fontos lenne, hogy ne süssük, ne főzzük az olajat meg, még az olivát sem. És a legnemesebb olajokat is, mint a tökmagolaj, vagy a mákolaj, vagy bármelyik más olajat is csak salátákra használjuk, vagy egy pirítósra, mert egyébként nagyon nagy hatás, nagyon jó hatással van ránk. Vitaminokban gazdag egy olívaolaj is. De ne süssünk és ne főzzünk benne, miután hőkezeltük, ezután transzsírrá válik. Ha tehetjük, akkor vajban vagy mangalicazsírban süssünk és pároljuk az ételeinket. Nyilván az édesített, cukrozott, szénsavas üdítő italokat már szinte említenem sem kell. Nagyon fontos, hogy szűrt, tiszta ivóvizet igyunk. Nem egy palackos vízre gondolok, ami benne van minden a műanyagból, hanem egy szűrt, tiszta vízre. És van még egy nagyon fontos dolog, a tartósítószerek, az E betűk. Szinte minden E betűs tartósítószer alumínium ötvözetű, alumínium tartalmú. És épp ezért nehéz szimmerakódás lehet a szervezetünkbe tőlük. És vissza a komputerhez, megmutatja a nehéz szémterheltséget és a vitaminokat, ha nem tudnak beépülni azokat is. Nehéz szém hogy juthat be a szervezetünkbe? Ahogy említettem az előbb is, minden ebetűs alumínium származékot tartalmaz. Minden vegyszer nehéz szémet tartalmaz. De mi igyekszünk bio élelmiszereket fogyasztani, bio zöldséget, gyümölcsöt, sajnos a kuprum, a réz és a kén engedélyezett ott is. A kuprumnak, a réznek olyan hatása van ránk, hogy a hátunk, a lábunk, az izmaink, a gerincünk megmerevedik, nehézkes a mozgásunk tőle. Nagyon fontos ezeknek a nehéz szémeknek a kiürítése. Több nehéz szém van, ami fölhalmozódik a szervezetünkben. Többek között, ugye az alumínium, amit említettem, a réz, a higany, benne van nyilván minden védőoltásban, az ólom, az ón, a titánium, muskázom közben, bocsánat, a cink, a rubídium, a germánium, az arzén és az uránium is. A stresszes képet, ha most rápillantanak, azért tettem oda, ugyanis a vitamin felszívódásnál mindig elsőrendű a stresszes életmód. Hiába próbálunk megfelelően táplálkozni, zöldségeket, gyümölcsöket, húsokat, egészségesen táplálkozni, a stresszes életmód sajnos ugyanúgy kiüti a vitamin felszívódási receptorainkat. El kell mondjam, hogy ez a készülék nem orvosdiagnosztikai berendezés, statisztikai összehasonlító berendezés. Ez egy fontos információ. Következő dolog, amit a komputer mér. Ha valakihez entitás van tapadva, vagy éppen a környezetében van entitás, vagy mondhatom úgy, hogy szellem van hozzá tapadva, vagy a házában, a környezetében van szellem, mutatja a komputer. Amikor valaki ráteszi a kezét a komputerre, mindig a pillanatnyi adatokat nézi, a pillanatnyi érzéseket, és azt, hogy a sorsfeladatunk éppen hol van elakadva. Ahogy említettem, mindannyiunk leszületett egy tervvel, csak ezt a tervet elég nehéz véghez vinni. Nagyon sokan vannak, akik elakadnak, nem tudnak tovább lépni. Biztos önök is találkoztak már olyan emberrel, aki mindig azt mondja, ami 20 évvel ezelőtt történt. No, ezek az emberek elakadtak, de igen mélyen. Ők nem biztos, hogy a sors feladatukat fogják tudni teljesíteni. Amikor még mindig egy-egy régi sérelmünket hordozzuk és azon rágódunk, addig
nagyon messze állunk attól, hogy teljesítsük azt, amiért leszülettünk a Földre. Itt öngyógyításról van szó, tehát nem mi gyógyítjuk meg, aki hozzánk fordul, hanem mindenki a saját maga öngyógyító mechanizmusát indítja be. A Matrix robszok, az információs csöppek, amiket a komputer ajánl, csak ezeket a dolgokat indítja be. Nagyon sokszor van, hogy egy gondolatiság, egy gondolati örvény, ami nem enged bennünket előrébb lépni. Nagyon sokan jönnek úgy, hogy én nem vagyok jó, én nem vagyok megfelelő, egy téveszméjük van az embereknek, nem elég szépek, nem elég csinosak, nem elég okosak. Ezeket a téveszméket mi hiába mondjuk, vagy hiába mondja egy anyuka a gyermekének, hogy szép vagy, okos vagy, ügyes vagy gyermekem, ezt a téveszmét nagyon nehéz letenni. Ezekben segít, ezeknek a felismerésében segít a komputer és a Matrix dropszok, hogy ezeken túllépjünk. Egy belátás hiánya. Hát, hiába mondja valaki a férjének, hogy kevesebb sört igyon meg esténként, elég lenne egy is, nem nyolc, a feleségre nem igen szoktak hallgatni, viszont amikor ráteszi az úr a kezét a komputerre, és elsőként kijön, hogy alkoholizmussal való problémája van, olyankor azért el szoktak gondolkozni, és változni is szoktak, miután veszedik az információs csöppet a vendégeim. Adjon mindenki egy esélyt magának, tegye rá a kezét a komputerre, aki szeretné. Én most egy meglepetéssel jöttem, ami ugyan nem volt a plakáton, de ennek ellenére örülök, hogy sokan itt vannak. Egy teljes körű elemzést, egy Matrix dropszal megtoldva ajánlok mindenkinek, méghozzá egy őszi Matrix dropszal, ami most jelen pillanatban nagyon nagy szükség mindenkinek az őszi hűvös időbe. Illetve, ha valamelyik sor, amiről itt beszéltem idáig, mondjuk egy sorsfeladat, egy nehéz témtúrterheltség, vagy egy vitamin felszívódás információra kíváncsi valaki, akkor egy teljesen rövid, egy 15 perces mérést ajánlok az eredeti mérés egyharmadáért. Aki ezzel a lehetőséggel él, az itt ma megteheti. Igen, a Matrix Drops, amit látunk a kivetítőn. Kétféle Matrixot hoztam most önöknek, nektek. Egy 351-es jelzésű Matrix Drops, ami a stressz ellen van. Nagyon jó hatású szer. Elmondhatom, hogy nálunk is mindig az asztalon van, mert stressz mindannyiunkat ér. Csak nem mindegy, hogy ezt hogyan visszük tovább a napjainkba, visszük tovább a gyerekeinkre, a családtagjainkra, a munkatársainkra, vagy éppen azonnal le tudjuk tenni. És még egy Matrixot hoztam önöknek, ő a őszi információs csöpp, amire azt hiszem, hogy mindannyiunknak nagy szüksége van most, amikor a nap elkezd elbújni, hűvösebb lesz az idő, mindjárt hamarabb megbetegszenek, meghűlnek az emberek, ebben segít, ez segíti megelőzni, ez az őszi információs minta. A kedvencem, és azt hiszem a jelenlévőknek is sok mindenkinek kedvence már a homeopátiás fogkrém. Nem tartalmaz szintetikus édesítőszert, színezőanyagot, fluoridot, mentolt, cukrot, szóját, glutént és parabént. Erről többet nem mondanék, aki kipróbálta, mindenki visszajár érte. Köszönöm mindenkinek a figyelmét. Az előadás végén nagyon szívesen állok mindenkinek rendelkezésére, bármiben, amiben tudok segíteni. Innen folytatnám, amit az előbb már el is kezdtem, hogy vajon miért tudtak megnyugodni a rokonok, ugye mert szert tartottak, és ennek az volt a lényege, hogy ezzel elengedték a halottjukat. Otthonainkban
Például, most pillanat, muszáj néznem, mert van itt sok minden. A végtisztességet különböző módszerekkel adták meg annak idején a halottnak. Ugye nagyon fontos volt a ravatalozás, ami, ahogy András is mondta, ez mindig otthon történt meg, az úgynevezett tiszta szobában, ugye az volt a háznak az alig használatos helysége, szobája, és itt ravatolozták fel a halottat. Azt tudni kell, hogy akkor meghal valaki, akkor az égi folyosó megnyílik mindenkinek, és 48 napig áll nyitva, az alatt az idő alatt kell elhagyni a földi teret, és a mennyországba felmenni. Ehhez annak idején mondjuk a paraszti világban, amikor felravatalozták a halottat, kinyitottak minden ajtót, ablakot a házban, többek között ezért, hogy megkönnyítsék a halott embernek, a lelkének a távozását. Ez volt az egyik nagyon fontos a régi idők ravatalozásánál. Ma ugye a halottas házban van a ravatalozás, tulajdonképpen nem otthon, ahol élt az ember, aki meghalt, tehát tulajdonképpen egy lélektelen idézőjeles szertartás folyik, ami mondjuk nem nevezhetünk annak. Nagyon fontos volt még ez is faluhelyen, de egyébként régen a városokban is, hogy hogyan harangoztak, hogyan harangoznak ma. A harang szónak nagyon nagy jelentősége volt, például a halálozásnál és a temetésnél is, mert régen, mikor még kézi erővel húzták a harangot a templomokban, akkor az a harang mind a két oldalát ütötte. Tehát magyarul mondva, így harangoztak, hogy bim-bam, bim-bam, biztos mindenki emlékszik erre. Hogyha ma meghallgatjuk figyelmesebben a harangozásokat, ma már ugye gépek végzik a harangozást is, akkor annyi fog történni, hogy bim, 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 nem ér össze a két oldala a harangnak. Nem üti meg a két oldalát a harangnak. És magyarul mondva, a mai harangszóra, amit a gépek kreálnak, erre nem nyílnak meg már égi kapuk, és nem tudnak eltávozni emberek. Jelzem, mindenkinek megnyílik a saját égi kapuja, amikor meghal, és 48 napig áll rendelkezésre, hogy azon föl kell menni. Tessék. 48 napig. Akkor bocsánat, ha az előbb órát mondtam, napot szerettem volna mondani. Otthon mit tapasztalhatunk? Nem tudom, hogy mennyire merjek belemenni, nem akarom azt se, hogy egy kicsit furcsán nézzetek, és hogy egy kicsit másfajta embernek skatujázzatok be, de szerintem mindenki tisztában van azzal, hogy legalábbis aki szerintem a mi előadásainkra jár, az biztos, hogy vannak szellemek körülöttünk, mindenki körül, otthon, munkahelyén, bárhol, rosszabb esetben rajta is. És nem tudom, hogy ki mit tapasztalt már ezzel kapcsolatban mondjuk a saját otthonában, saját lakásában, házában. Különböző zajokat éjszakánként, bármilyen olyan illatot, ami szagot illatot, amit amúgy nem érezhet, mert mondjuk teszem fel, nem cigarettázik az ember, és mégis cigi szag van mondjuk a lakásba. Vagy éjszakánként mondjuk olyat, hogy mikor nyugalom van, és alszik a család, és mégis jön egy friss kávé illat, vagy egy sült csirke illat. Hogy tapasztaltatok már valami hasonló dolgot? Ki tapasztalt már valamilyen dolgot? Na hát ez már úgy pozitív. Sok esetben megmagyarázzák ezeket a hangokat azzal az embereknek, hogy a hideg és meleg levegő miatt a hőtágulás által kattognak bútorok, kattog ez, kattog az. Van ilyen is? Ez tény. De hogy minden nem ettől kattog, zörög, ez is biztos.
Nekem voltak elég komoly érzéseim otthon, amikor még semmilyen szinten nem voltam tudatában ennek az egésznek, és nem is foglalkoztam még ezekkel a dolgokkal. De valahogy akkor is azt éreztem, hogy itt talán valami másról van szó, mint hogy kattog a bútor, vagy hideg-meleg levegő változás. És hát nálunk már kicsit ilyen durvább dolgok is voltak, és akkor már tényleg gyanús volt, hogy azért itt valami van. Például egy éjszaka volt olyan, hogy az ebédlő szekrényünk, ami nem kevés tányért tartalmaz, az úgy elkezdett zörögni, mint amikor a feleségem pakol benne nappal, és a feleségem az elég zörgős. Tehát ő azért csörög, zörög, pif, paf, pif, néha leesik. Na hát az éjszaka ilyen hasonló módon ment, és erre ébredtünk fel. De akkor sem maradt abba. Hát tessék már gondolni, hogy ezt ki csinálta. Vagy földrengés volt, vagy mi történt. Tehát. És akkor, amikor felszenteltettük a házat, mikor már tudatában voltunk a dolgoknak, és kijöttek felszentelni a házat és a telket, akkor kiderült, hogy még ráadásul nálunk egy átjáró kapu is van a házon belül, az pont a lépcsőházunkban helyezkedik el, ami nem jó dolog, mert az nem ott van a helye. Tehát egy fizikai életét élő, földi életét élő család házában nem jó, ha van egy átjáró kapu közvetlenül, mert lenni kell átjáró kapunak, csak nem benne a lakásban, mert megzavarja az ott élők életét, nem kicsit. Hát ezzel annyit tudtunk csinálni akkor, hogy ezt az átjáró kaput, ezt 15 méterrel toltuk föl a ház felé. Ez most annyit jelent jelen állapotban, hogy van szellemjárás, de egy kicsit óvatosabb lett. Hogyan tudunk még jobban meggyőződni a szellemek jelenlétéről? Két gyermekes apuka vagyok most már. A nagyobbik lányom 6 éves lesz. Az köztudott, hogy a gyerekek, mi is úgy születtünk le, hogy gyerekkorunkban egy 5-6-10 éves korig, hát a már 10 az már lehet, hogy kicsit durva példa, de van rá példa, látjuk a szellemeket. Rendesen. Fizikai, mint hogyha ott lenne. És mikor az én lányom már megszületett, én már ennek tudatában voltam, és mindig úgy kezeltem a kislányt, hogy pont, hogy tanultam abból, ha kérdeztem tőle valamit ezzel kapcsolatban, és nem elfojtottam a gyerekben ezeket a dolgokat. Mert ma azt mondják a mai modern szülők, mikor a kisgyerek mondjuk fönt játszik a szobájába, és valakivel beszélget, konkrétan játszik, játékot, és fölmegy az anyuka, apuka, hát kivel beszélgetsz, kisfiam? Hát itt van egy néni, itt van egy bácsi. Lehülyéskedjen, nincs ott senki, mit. És a gyerekbe ezzel szépen el is folytjuk ezt az egészet, és soha többé nem fog erről egy szót se szólni. De magában ugyanúgy megéli minden nap ezeket a dolgokat, csak mindig magába fogja folytani. Erre volt egy olyan példa, amikor Andrássék elengedtek egy házban szellemeket, nagyon sok, több tízezer házban már, de ez egy jó példa volt, ott is kisgyerekek is éltek, és a kisgyereknek volt egy nagyon kedves öreg bácsi a szobájába, és minden nap azzal játszott. Na, amikor el lett engedve a szellem, fel lett szentelve a ház, a kisgyerek nem volt otthon, óvodába volt, csak a szülők voltak otthon, hazaérkezik a kisgyerek, rohan fel a szobába, de ez így minden nap így volt, pont erre figyelt az anyuka, hogy hazajön a gyerek, lepakol és rohan fel a szobába, és játszik, és beszélget, és mondja, és nem értették, hogy mi van ez a gyerekkel. Fölrohant akkor is a szobában, és elkezdett nagyon sírni. Hol van az ő barátja? Kérdezte a szüleit. Hol van a barátom? Milyen barátok is? Hát a bácsi, akivel én játszok. Hát hogy gondoljunk már bele egy kicsit. Ez a gyerekeknek, tehát mindig azt gondoljuk, hogy a gyerek hülye. Nem, a gyerek nem hülye, csak kicsi. A gyerekek nagyon okosak. Csak mi gondoljuk azt mindig a nagy felnőtt, hogy na majd mi tudjuk és mit tudunk mindent, persze. Nem. Meg kell hallgatni a gyereket. Az nem mond hülyeséget. Egy ilyen kisgyereknek
teljesen tiszta lappal születik le, teljesen tiszta lélekkel él. Nem ismeri a hazugságot. Miért hazudna az a kisgyerek? Nem tudja ezt. Ez még nincs benne. Teljesen őszinte. Az én gyerekemnél ezt szépen leteszteltük. Ő is látta a szellemet, én úgy közelítettem. Kit látszott, kislányom? Hát van egy néni. Itt szokott a lépcsőházba eljárni. Hogy néz ki? Érdeklődtem. Milyen? Kedves? Nem kedves? Mert ugye jó szellem, rossz szellem, mindenféle van. És ameddig nincs felszentelve egy ház, és régen ennek is mi volt a lényeg egy házszentelőnek, ezt is ezért akarom kiemelni. Nem ma miről szól egy házszentelő? Ha jó, bebaszunk, azt már elnézést, azt le van tudva. Azért várják, akik összeköltöznek, hogy csináljunk egy házszentelőt, hogy az arról szól, hogy a barátok oda mennek, azt berúgnak. Azt lehetőség szerint össze is hányják az új lakást. Na régen ez nem erről szólt. Itt kezdődik az instant világ, a műanyag minden. És ehhez asszisztálunk, mai emberek. És azt hiszük, hogy mindent tudunk. Ma, ahogy mondtam is, nem tartunk szert. Nincs szer. Annak idején szertartásokat tartottak, és ezért tudtak minden érzést máshogy kezelni. Igen. Igen, ma ezt le is írtam, a temetésnek, ez a legmegfelelőbb szó, ma a temetéseknek ceremóniája van. Nincs végtisztesség, végtisztelet, gépi harangozás. Ezeket így írtam ide, mert egyszerűen már ez is műanyag, ez is hazugság. Arról szól a temetés, hogy fizess ki 500 ezer forintot alapból. És gyorsan elássuk, azt mindenki menjen dolgára. Hát régen ez nem erről szólt. Tudom, hogy semmi nem erről szólt, mint ma, csak hogy miért nem próbálunk ezen valamit visszaállítani. Tehát, hogyha én azon küzdök, az én családomban történik haláleset, hogy otthon halljon meg az illető. Én erre most már nagyon odafigyelek, és lehetőségeim szerint amennyi közöm van ahhoz a rokonomhoz, vagy ismerősömhöz, ezt megpróbálom megtenni. Mert én már értem, hogy ez miért fontos. Nekünk a rokonságunkban meghalt több mint egy évvel ezelőtt egy hölgy. Ezt nem is akartam most annyira elmondani, csak így kihozza a szó, hogy nagyon érdekes példa. Sajnos kórházban halt meg, mert nem volt nekünk beleszólásunk, hogy ez ne így történjen. Mert az ő gyerekei nem értik még teljesen ezt az egészet. A feleségem bent volt nála minden nap, és ő már ezzel a szemlélettel nézte ezt a haldokló embert. És az történt, hogy először azt mondta, mikor haldoklott, hogy ő nagyon fél. És talán amikor megérkeztek érte, akkor már azt mondta, hogy nem fél, és nagyon jól érzi magát, és már rajta volt a mosoly az arcán. Megjöttek. Érte jöttek. És képzeljétek el, hát erre kiráz a hideg, meg én ott sem voltam ezen az esetem. És képzeljétek el, hogy mikor megjöttek érte, onnantól kezdve nem kommunikált a családjával. Senkivel. Csak a szellemvilággal. Csak az én feleségem ezt tudatosan nézte már végig, hogy mi történik ott. Látták az ő gyerekei is, és akkor döbbentek rá, hogy ez tényleg így van. Minden. És még azt is tudjuk, hogy ki jött meg először. Az apukája jött meg először. Mert ott még történt egy kis perpatvar is. Tudjátok, milyen érzés ez? Egy olyat látni, hogy régi sérelmek a földi életükben, és eljön a halál pillanata, megérkezik az apuka, akivel megtörtént a konfliktus a földi életben, és ott még gyorsan összeperlekedtek. A felesége még szeme láttára.
de már akkor velük nem kommunikált soha többé. Megbeszélték, és utána jött a mosoly, és eltávozott. Szóval el lehet ezen a mai instant világon gondolkozni, azért én úgy gondolom, mert nagyon durván letérítettek az utunkról bennünket, teljes szándékossággal, természetesen. De én úgy gondolom, hogy nincs még késő nagyjából visszaállni a helyes útra. Halotti tor. András is említette pont. Ugye a halotti tor is arról szólt, hogy a temetés után hazamentek a meghalt ember családjához, házába, és ott ettek, ittak egy kicsit, beszélgettek, megemlékeztek. Ma a halotti tor az arról szól, hogy gyorsan megvan a temetés, pikpak, menjünk el egy étterembe, együnk, ígyunk, azt menjünk haza. Minek? Hát értelmetlen. Ezzel pont annak nem adjuk meg a tisztességet, akiért van ez az egész. Na én ilyenbe sem megyek már bele, ez biztos. Már hogyha valaki ezt így kívánja, akkor én nem megyek el. Bármennyire is furcsán hangzik. Igen. A hozzátartozók is azért tudtak régen megnyugodni, mert el tudták engedni a halottakat. Ma egy csomó ember nem tudja elengedni, ha meghal egy hozzátartozója, vagy egy közeli ismerőse. Kapaszkodik bele. Mit csinál a halott szelleme? Nem távozik. Nyitva van a fénykapu, és nem megy át rajta 48 napig. Mi történik 48 nap után? Lezárul a kapu. Két lét közt rekedt szellemek. Biztos hallottunk már erről is, nem mondok én azért olyan borzasztó új dolgokat. És ezek a szellemek soha többé nem tudnak már maguktól eltávozni. Csak úgy, ha hozzátapadnak valamelyikünkhöz, de olyan emberhez tapad csak hozzá, aki már kontaktban van, olyan emberekkel, akinek felhatalmazása van arra, annak a kevés embernek, akinek van felhatalmazása arra, hogy megnyissa az égi kaput, és el tudjon távozni. De amikor nem engedjük el a halottat, nem engedjük el, nem megy el, mert ő minket sajnál, és azért marad itt velünk. És ezeket nevezzük kísérteteknek. És miért kísértet? Mert kicsi az értete, hogy távozzon. Kicsi az értet, kis értet. Hát a magyar nyelv szerintem nagyon beszédes, csak néha így össze kell rakni, hogy mit akar mondani ez a szó. Kicsi az értete, hogy távozzon. Nem szeretnék semmit kihagyni. Úgy jövök el, hogy ha most belenyúltunk ebbe a témába, akkor legyünk részletesebbek egy kicsit. Igen, már itt elhaladtam jól. Igen. Mi történik akkor, hogyha hozzátapad valakihez egy halott ember szelleme? Mit tud befolyásolni a mindennapi földi életünkben egy halott ember szelleme? Valakihez volt már tapadva halott ember szelleme? Ja, én nem nyújtom, hát fú, engem imádnak, tehát mindig rajtam van valami. A halott ember szelleme, ha hozzátapad a fizikai testünkhöz, mi hozzánk, az egyértelműen elkezdi a mi energiáinkat leszívni. Mert neki már nincs. De valamiből még létezik ő is, mert itt van a két lét között rekedt, tehát még azért kis energiális, és nagyon durván befolyásolják a közérzetünket, az egészségi állapotunkat. Át tudjuk venni
annak a embernek a szokásait, amikor ő földi életében itt élt, és a jó és rossz szokásait egyaránt át tudjuk venni. És ilyen szellemek csináltak már hatalmas bajokat, katasztrófákat. Biztos hallottatok már olyat rengeteget, hogy megölte az egész családját, itt meg itt valaki. És mindig az van a híradóban, már mondjuk most nem nézek egy pár éve, de régen az volt, hogy hát pedig ez egy olyan rendes ember volt. Mindenki azt mondja a szomszédokban, amikor megkérdezik, hát ez egy nagyon rendes ember volt. Hát mi történhetett, hogy megölte a két gyerekét, feleségét? Hát hozzátapott egy ilyen szellem, aki végrehajtatta ezt vele. Lehet, hogy most egy kicsit így sokaknak, sok már most, meg akik először vannak itt, azoknak meg már lehet, hogy nagyon. De ha egy kicsit ezen elkezdünk gondolkodni, szerintem teljesen egyértelmű. Például számtalan olyan eset van, hogy piros fénysorompó. Megy az autó, látja, hogy piros az a fénysorompó, ott jön a vonat, mert a vonat talán csak akkor tud ütközni, hogyha ott van az a vonat, nem hogyha még 5 kilométerre, és akkor is ott fölmegy a pályára. Hát mert aki hozzá van tapadva, menjél. Nagyon veszélyes dolgok ezek, csak ezt a mai tudomány soha nem fogja ilyen szinten kivizsgálni, nem is tudja, mert ettől mindenki elzárkózik, és ez maga a szellemvilág tabu. Hát hogy lehet tabu a szellemvilág, amikor több ezer, tízezer évvel ezelőtt az emberek ennek teljes tudatában éltek és tisztelték a szellemeket? Hát mindig a szellemi segítséget kérték. Ma a szellemi segítséggel gyógyítunk, a szellemi segítséggel kezeljük az energiánkat, ami benne van a kezünkbe. És a kezelés az ez. Ezzel kezelek. Nem az injekciós tűvel, meg a tablettákkal. Ma azt mondják, hogy az a kezelés. Hát régen ez volt a kezelés. Amikor kontaktba léptünk az égiekkel, lekértük az energiát, és meggyógyítottam a barátomat. Vagy magamat. Hát mindenki próbálja ki maga. Volt olyan előadás, amikor kértünk le energiát. Nem tudom, ki emlékszik rá, ki volt itt azon az előadáson. Nyár, nem tudom, június-májusban. Kértünk le a teremre energiát. Mindenki érezte. Hát az hogy lehet, hogy mindenki érezte? Mert nincs. Hát ne legyünk már ilyenek, hogy amit nem tudunk megfogni fizikailag, az akkor nem létezik. Hát ilyen a vízér és a Hartmann-zóna, amikor azt mondják nekem, hogy hát az nem létezik. Ő nem hisz ebbe, ő nem tolja az ágyát arrébb. Hát akkor feküdj benne, hát kit érdekel? Engem nem. De egyébként úgy létezik, hogy fizikailag is létezik. Itt bárkinek megmutatom, hogy amikor akarja, mérek itt egy vízeret vagy Hartmann-zónát, belenyúl, és érezni fogja, amit éreznie kell, és úgyhogy én nem fogok egy szót se szólni. Mondja el, hogy mit érez. Mindenki ugyanazt fogja érezni. Hát akkor nincs. Tehát agyrém, hogy mennyire próbálják az embereket letolni az útról. Jó, a sötét oldal könyököl, ez igaz, maximálisan. Nagyon sok szellem van, akik a két lét közt rekedtek, ilyen-olyan okok miatt, akik aztán itt jönnek-mennek, csinálnak ezt-azt, nagyon sok épületbe, legtöbben ugye orvosi intézményekbe, kórházakba, nagy bevásárlóközpontokba, ahol sok az ember. A legtöbb szellem mindig ott van, mert ott lehet hozzátapadni nagyon gyorsan valakihez. De nagyon sok szellem ezek közül azért tapad hozzánk, hogy jelezze azt is, hogy ő távozni akar. Ilyen is van. Nem azért, hogy nekünk rosszat okozzon. Csak hogy nézzük a jobb oldalát is. Csak olyan ezekből a jelekből nekünk kell tudni, hogy szellem van hozzánk tapadva. Ezt ugye tudjuk mérni pálcával is a régi módszerek szerint, de most már rendelkezésre áll gép is, ami sokkal egyszerűbb módszer ma már, nyilván. Én nagyon szeretem a pálcával való dolg munkát, mert nagyon nagy élmény, amikor a pálca megmutatja, hogy mi a helyzet. Mert ő mutatja meg, én csak megkérdezem tőle.
A legnagyobb ősök, magyar királyok annak idején, Szent László, Mátyás király, mindenkinek volt pálcája. Enélkül, az eszköz nélkül el se indultak. Senki. Ez egy alap volt. Mert bárhova ment az életbe, ha más nem a pálcája vele volt, ettől mindent meg tudott kérdezni, és megkapta a választ, hogy igen vagy nem. És persze sokan erre is azt mondják, ez egy hülyeség. Hülyeség. Megcáfoljuk az őseinket, megcáfoljuk azokat a dolgokat, amik akkor működtek, a tátos világ, azokat a magyar királyokat. Hát a mai politika hol van? A lábnyomát nem szagolhatja meg. Senkinek a régi őseink közül. Hát mondjuk még jó. Ezzel 90%-a a magyaroknak tud bánni, mert belénk van kódolva. Csak ezt a tudást föl kell eleveníteni. Akkor menjünk tovább, vannak itt még érdekes dolgok. Csak nem akarok semmit kihagyni. Temetésszer, igen. Nem tudom, hogy ki mennyire ért azzal egyet, hogy mondjuk művirág, műgyertya, műkoszorú. Tehát értitek az iróniáját ennek az egésznek, hogy mennyire átvertek bennünket? Hát erre egy iparág épült rá, többek között erre is, a halálra. És asszisztálva megvesszük a szerettünknek a műkoszorút, a művirágot. És a szellemvilág az pont azt észlelné, az illatot. Hát engedtessék meg az Isten azért, hogy ezt kell mondjam, de könyörgöm. Amikor vásárolunk egy műkoszorút, a lelkünkben nem dolgozik valami, hogy tényleg ezt akarom oda vinni a temetőbe? Tehát, hogy kabaré, rossz kabaré, nagyon jó. Szertartás. Mit jelent az, hogy szer? Törvény. Törvény. Puszta szer, mondjuk puszta szer. Puszta törvénye. Tehát ezeket régen értették, és eszerint próbáltak megélni. Tudom, hogy a mai világ nagyon gyors, nagyon sietünk, nagyon keressük a pénzt, nagyon-nagyon mindent tudunk. Megesszük az összes hamburgert, megeszünk mindent, megisszük az összes kólát, nincs ezzel probléma, csak utána majd egyszer csak úgy bajba leszünk. Annak idején, biztos sokan tudják ezt, és nem fogok olyan új dolgot mondani, a dobszerda. Hát mi volt a dobszerda? Ezt népdalokban is ugye nagyon sokszor hallhatjuk ezt a szót, hogy dobszerda. Nekünk is a Palmetta zenekarra, nem egy népdalban ez benne van, és én nagyon szeretem. Ugye annak idején a falvakba, városokba, de inkább a nagyobb városokba volt, nagyobb településeken jellemző, hogy a kisbíró kidobolta a törvényt. És ezt mindig szerdán dobolták ki. Mert szer, tehát a szerda, a törvény, mindig csak szerdán. Igen, a igen, azt elmondtam. Igen, a szer, az a szertartás, ugye a rendet tartja. Akkor van rend bennünk, fizikailag is, testileg, lelkileg egyaránt, ha szert tudunk tartani. Azok az emberek, akikben nincs rend, azokat úgy hívják, hogy szertelen emberek. Ezt is biztos mindenki tudja, hogy ezt használják, ez a szó, hogy jó, de szertelen. De nem gondol lehet senki bele, hogy
miért is mondja arra valakire, hogy szertelen? És amikor így megnézi mondjuk ezzel a fejével, hogy azért, mert annál az embernél nincs rend, és akkor rájövünk, hogy tényleg annál az embernél nincs rend. Vagy így, vagy úgy. Szertelen ember. Pontosan. Ami még nagyon fontos, azt már itt sokszor elmondtuk az előző adásokon, hogy szent napokon, szent időben, szent helyen szert tartunk. Voltak szerintem velünk egy páran a nyári napfordulón, Hortobágyon, és ott átmentünk a parázson. Pedig szerintem ez nem egy hétköznapi dolog, hogy én most gyújtok egy mágiát, leég a tűz, van egy sok ezer fokos parázs, és én így átsétálok rajta. Hogyha ezt nem szent időben, szent helyen teszem meg, a szentek segítségével, akkor szétégek. És a kórházban fogom tölteni a következő pár hetet biztos. De ott, azon a helyen, abban az időben, én mind a három mágia parázsán át szoktam menni. Én ilyenkor így nem tudok ezzel az egésszel betelni, megmondom őszintén, és nagyon élem. És első alkalommal, amikor átmentem a parázson, ugye akik itt már ismertek, mindenki tudja, hogy nagyon beteg ember voltam 10 évvel ezelőtt, de már ugye akkor meggyógyulva mentem át első alkalommal is a parázson. Egyetlen egy helyen égtem meg egy picit, mégpedig a vastagbél, leszálló vastagbél szakasznál égett meg a talpam, ami itt van középtáj. Ott lett egy pici vízhólyag. És ez azért jó, idézőjelben jó, hogyha ott megég valaki egy picit, amilyen belső szervével mondjuk probléma volt valaha, mert az ott abban a pillanatban örökre eltűnik. És a teljes gyógyulás az ott történik meg. Hát nem hiába volt a szertartás. A táltosok azért tudtak valamit. Az előbb elkezdtük ugye ezt a instant világot tárgyalni, műkoszorú, művirág. Most valamelyik nap, amitől teljesen kiborultam, kapok egy e-mailt, és az e-mailben reklámozzák a ledes gyertyát. Ez igen. Ennek a világnak részesei lenni, hát ez egy pompás dolog. Valódi gyertya, tűz jelentősége, ősi pogány szokás, a gyertyagyújtás. A valódi tűzzel tudjuk megidézni az Istent. A valódi tűzzel tudjuk lekérni a szentek segítségét, ha bármi problémánk van. Tehát, hogyha veszek egy ledes gyertyát, és azt hiszem, hogy otthon ezzel én segítséget fogok kapni, hát nem. De nagyon jól járt a kereskedő. Azt tuti? Mert ezt is elhittük. Jó sok pénzt ott hagytunk. Bravo! Ugyanez karácsonykor, amikor a fenyőfáinkra kitesszük a elektromos világítókat, mert milyen szép. Hát régen gyertyákat csiptettek rá. Igaz, hogy sokkal veszélyesebben oda kell rá figyelni nyilván. Na de a kerecsen ünnepéről beszélünk. Hát ma már nem ez a lényeg, hanem az, hogy kihoz több ajándékot a másiknak, és ki tud versenyezni azon, hogy én drágábbat vettem. Az Istent tudjuk megidézni a gyertyalángjával, vagy akár egy tűzszertartáskor, de hát ugye azért mondom a gyertyát, mert az mindenkinek rendelkezésére áll otthon, sokkal könnyebben, mint mondjuk egy tűzszertartást végezni. Illetve ezáltal a 12 magyar szentünket.
akik a Szent Koronánkon is rajta vannak, Szent Koronán is rajta vannak. És ezektől a szentektől, mert tényleg jól mondják, hogy jó Istent nehéz így elképzelni is sokszor laikusan, főleg, hogy megidézem és meghívom mondjuk jó Istent az otthonomba, hogy segítsen nekem, vagy magadon kell segíteni elsősorban, Isten majd csak utána lép közben. De sokkal kézenfoghatóbb mindenki számára szerintem, ha bármelyik szentünket hívjuk meg, mert azok itt éltek köztünk. Azok mindannyian itt éltek köztünk. Azt ugye már beszéltük egy párszor, de most ide a szellemvilághoz nagyon ide vág, hogy a földi életünkben, amikor a végéhez ér a földi életünk, meghalunk, testünket átadjuk a földanyácskának, lelkünk a mennyországba megy, és újra leszületünk. Mi választjuk ki a szülőket, vagy András is elmondta, mi akár így hozhatunk össze embereket, hogy azok legyenek a szüleink, és ilyen vagy olyan programmal leszületünk. Vagy jóval, vagy rosszal, vagy semlegessel. Jézus Krisztus 209-szer született le. Eddig. Ami még itt nagyon fontos nekem kiemelni, én Szent György. Én nagyon sokszor kérem Szent György segítségét, mert ő győzte le a gonoszt, és tényleg ő volt az, aki megszentesített egy olyan embert, egy olyan harcost, aki minden magyar példaképe lehet, sok más mellett természetesen. Nekem Szent György nagyon fontos, és nagyon-nagyon sokszor kérhettem tőle segítséget. Szent György 226-szor született le, és többek között egyszer Dózsa Györgyként. Hát gondolom, hogy Dózsa Györgyet se kell bemutatni azért senkinek. Na és akkor most jön a leves, meleg leves, hígleves, nem tudom, hogy mondjam. Minden szentek napja. Mit tudunk ma tényleg erről, hogy minden szentek napja? Azt tudjuk, hogy ha hétköznapra esik, akkor nem kell menni dolgozni. Ez nagyon szuper. Nincs iskola. Rohanunk a virágboltba, rohanunk a mécsesboltba, mert mindenki azt csinálja, nehogy kimaradjunk, sőt, minél hamarabb érjünk oda, mert elviszi Jóska Pista, és már nekem nem jut semmi. De amúgy mit tudunk róla? Amikor megidézzük a Jóisten mondjuk egy szentelt mécsessel gyertyával, és ezáltal megidézzük a szentjeink szellemét is, akiktől segítséget tudunk kérni. Jól értsétek, bármire, bármilyen bajunkra. Hogyha mondjuk azt akarom, hogy valamilyen szervem mondjuk nem jól működik, vagy beteg, oda szeretnék mondjuk energiát kérni. És most értsétek, meg itt jön a lényeg, ezt mondom mindig. Mindenkinek a kezébe van ez a lehetőség. Csak kontaktba kell lépnünk, oda teszed a kezedet, ahova szeretnél plusz energiát a testedre, és egy pár másodpercen belül érezni fogod, hogy áramolni fog beléd a gyógyító energia. Miért van az, amikor ösztönösen valakinek van valami baja, ösztönösen a kezét oda rakja, ahol a baja van. Ezt figyeljétek meg, de magatokon is szerintem biztos tapasztaltátok, hogy fáj a fejem, vagy tarkom, vagy lábam, oda rakom a kezemet. Mert ez még mindig bennünk van, csak ma már nem tudjuk, tudatosan nem tudjuk, hogy miért rakjuk oda a kezünket.
És gondoljátok el, hogy amikor ezt tudatosan már tudjuk, hogy miért rakjuk oda a kezünket, és kérjük le az energiát, és érezzük utána, hogy megy a gyógyító energia, és nagyon jó leső érzés, na akkor leszünk tudatosak. Hát ehhez még persze hozzápárosul a jó fekhely, a jó táplálkozás. Itt Anni előbb elmondta ugye a táplálkozásnál. Biztos, hogy sokan itt is azt gondoljátok, hogy ma már nem lehet egészséges élelmiszereket venni. Hát ez képtelenség. Ebben az ipari világban, amikor arról beszélünk, hogy élelmiszeripar, hát itt romlik el minden, amikor arról beszélünk, hogy ipar. Hát egy élelmiszer nem lehetne sose ipar. Azt tesszük meg. Azoknak a élelmiszereknek nincs aurája. Nem tudom, akik voltak itt olyan előadások, hogy mértünk élelmiszerek auráját. Hoztunk be manufaktúrában készült kecske sajtot, hoztunk be boltba vett trapista sajtot, hoztunk be Anni kertjéből zöldséget, hoztunk be a boltba vásárolt zöldséget. Nem tudom, ki volt itt akkor. Hát gondolom emlékeztek rá, hogy a pálca mit csinált. Brutális. És minden nap megesszük a nulla aurával rendelkező mű élelmiszereket, és mit csinál velünk? A mi auránkat is nem bővíti, növeli, húzza össze. Húzza össze. És elfogy, és talán a test fog sérülni. És azt nem mondja nekem el senki, hogy itt békésen. Ráadásul itt békésen. Jó falu helyen. Nem tudja beszerezni valaki magának az egészséges élelmiszert. Ez mese habbal. Ez azért mese habbal, mert most már mi több mint 10 éve szinte teljesen önellátók vagyunk, és ez alatt azt kell érteni, hogy nem otthon én kapálgatok, mert nem olyan dolgaim vannak, hogy én ezt időben meg tudjam tenni. De kiépítettük azt a rendszert, ahonnan be tudunk mindent szerezni. Tehát ez csak hozzáállás kérdése, hogy valaki erre képes? Csókolom! A rossz élelmiszer olcsó? A trapista sajt olcsó? Fogadjunk, hogy én a kecske sajtot olcsóbban veszem meg. Ez biztos. És erre van lehetőségünk. Mert ha Budapesten laknánk, az ott is megoldható, de biztos, hogy sokkal nehezebb. Vagy Debrecen, vagy bárhol. De itt, Nagyfaluba, hát, ez kifogás, nyafogás. A mai ember kényelmes, és bemegy egy helyre, és mindent ott azonnal megvesz, hazamegy, és kész, mert nincs idő. Mert a havi 80 000-ért dolgozni kell, keményen. Persze, hát dolgozni kell. Én nem vitatom. Csak mi nem vagyunk fontosak a gépezetben? Tehát pont mi magunk nem vagyunk fontosak? A saját magunk templomát nem tartjuk rendbe, akkor dolgozni se tudunk. Előbb-utóbb game over, vége. Na, megint elkanyarodtam, elnézést, csak néha elkap a hív, hát már ismertek, aki jár az előadásokra, hogy néha muszáj, hogy... Igen. A szentektől kérhetünk, az előbb itt tartottunk, mindenféle segítséget, amit gondolunk. A halottak napja, minden szentek napja, november 1 éjszakája, miről szól pontosan? Az arról szól, hogy azon a napon a mennyországból kimenőt kapnak a halottak. Minden halott. Azon az egy napon, annak a napnak az éjszakáján. Ilyenkor a hozzátartozóink szelleme az arra várott fönt, hogy hát ha lesz annyi eszünk, hogy meghívjuk őket. Igen. Ezen az éjszakán meg lehet hívni minden szellemet, akit szeretnénk magunkhoz. És ezeknek a szellemeknek ilyenkor el lehet mondani, hogy mondjuk abban az évben mi történt velünk. Mi történt velünk? Jót, rosszat? Született gyerek valahol? Nem? Házasság? Bármi. Ezek a szellemek, mivel a mi családjaink voltak, ők szeretnék tudni, hogy mi tőlünk, hogy mi történt, csak ehhez meg kéne hívni őket. És próbáljuk már azt ki, aki egyetért velem ebben az egész szellemvilágban és ezzel a programmal,
hogyha meghívjuk a szellemünk, bármelyik szeretteink szellemét november 1-én, és kitesszük a megterített asztalra egy terítéket neki, és beletesszük a kedvenc ételét, magunknak is ugyanazt az ételt szedjük, megesszük a miénket. Utána tessenek már megkóstolni azt a másikat. Más lesz az íze. Ő már csak ezzel tudja visszaigazolni, hogy itt van, mert ő már nem fogja megenni fizikailag. De az ízt, az illatot ki tudja venni belőle, meg hozzá is tudják tenni. Ezzel tudja a jelenlétét megmutatni, hogy itt van. Nagyon komoly dolgok. Mi ezt meg szoktuk csinálni. Karácsonykor úgy szintén. Csak karácsonykor a szentjeink szellemét hívjuk meg, és a szentjeink szellemének rakunk plusz terítéket, hogy falatozzon velünk. Hát értitek? Még ráadásul ez olyan jó érzés is a léleknek, hogy ebből lehet építkezni ebbe a mai instant világba. Otthon tartasz szert a saját birodalmadba, a privát szférádba szert tudsz tartani, és ettől emelkedsz fel. És másnap, amikor elindulsz otthonról dolgodra, akkor azt érzed, hogy lelki békére találsz, hogy ez mennyire jó. És itt mindenki csak azzal foglalkozik ebben a mai világban, hogy hajt a kis pénzért, azt elmegy a plázába, vesz szép ruhát, vesz szép autót, és azt hiszik, hogy ebből áll az élet. És ez milyen jó. És lemaradnak a lényegről. Lemaradnak a lényegről. Átszellemülsz, mikor érzed, hogy ott van, akit lehívtál. Érzed. Ezt is többféleképpen lehet érezni, hogy ott van. Meg tud érinteni. Te is meg tudod érinteni. Érzed. Hőmérsékletváltozásból, bármiből. Mikor lekéred, és elkezd így a hideg futkosni a hátadon, akkor megérkeztek. Ez egy különleges érzés. Olyan sosincs más szituációban, csak akkor. Csak ezt össze megcsinálja, és mindig, hogy ez csak akkor van. Nagyon jó. Figyétek el, hogy ez nagyon jó. Ezt csak ajánlani tudom. Igen, itt már megint elmondtam jól mindent, csak nézem, hogy nem szeretnék igen kihagyni semmit, ahogy már elmondtam sokszor. Amikor elhunyt rokonunktól kérünk szellemétől segítséget, nem ő fog segíteni feltétlenül, hanem mivel ő már fönt lakik, az ő közben járásával kapsz segítséget a szentjeink szellemétől. Hát az egésznek ez a lényege. Mindig a szentek szelleme tud segíteni, csak a mi hozzátartozónk az már közben tud járni. Csak ahhoz neked a hozzátartozódat le kell hívnod. Meg kell szólítanod, mert addig nem. A mai embernek, igen, ezt is leírtam, mert ez is nagyon igaz, és igen, ezt sokszor elmondtam már egyébként, hogy a mai embernek a fő problémája az, hogy teljesen eltávolodott Istentől. Nincs Isten hit. És nézzük meg a régi világot, hogy ameddig volt Isten hit, azok az emberek nem is így éltek, mint mi. Ma az erkölcs, a morál, a közöny, csak erről szól a mai világ. Ha belegondolunk, elmegyünk az utcán, vagy bemegyünk bárhova, csak boldogtalan emberekkel találkozol. És azt hiszi mindenki, vagy mondjuk akinek mondjuk több pénze van, az azt hiszi, hogy attól lesz ő boldog ember, hogy meg tud venni egy új BMW-t. Ezek csak anyagi javak. Ezek csak szolgálják az életedet, hogy
egy picit jobb legyen, de a te életed nem ettől lesz jó, nem ettől leszel boldog, hogy van BMW-d vagy nincs, hanem ezektől a dolgoktól, amiről most itt beszélünk. Például ez a mai világ hozta magával, hogy az emberek nem vállalnak gyerekeket, mert elhitették velük, hogy erre nincs szükség. És elhitették mindenkivel azt, hogy karriert kell építeni mindenkinek, egytől egyik karriert kell építeni. Hát én még olyan világot nem láttam, hogy mindenkinek kötelező karriert építeni. És nincsenek gyerekek. Hát nem az lenne a legfontosabb? Régen hogy mondták? Volt két gyerek. Reprodukáltuk magunkat. Egy gyerek az anyáé, egy az apáé, a harmadik már a hazáé. A negyedik, ötödik meg megint csak a hazáé. Csak arról már nem is merek mondani, mert egy sincs lassan, nem hogy három. Ez lenne a legfontosabb. Ameddig csak magunkat reprodukáljuk, vagy már nem is, addig nem kell sokat várni. Mindig azt mondják, hogy a haza az, aki teleszüli. És van benne valóság, mert az a másik fajta ember, az teleszüli. De akkor nem kell hőbörögnünk. Hát neked is ott a lehetőség. És mindig jön, hogy hát mi előbb ház kell, kocsi kell, el kell indítani azt a gyereket majd. Hát annak idején, hogy nőttek fel a gyerekek? 5-6-an, 10-8-an, mennyien? Volt olyan család, mesélte nekem a nagymamám, hogy egy cipőt hordtak ketten meg hárman, az ment el iskolába aznap, aki épp azt a cipőt felvette. És felnőttek azok a gyerekek? Fel. Bunkók voltak? Nem. Mennyi értelmiségi született? Hát a legtöbb. Hát akkor miről beszélünk? Ez csak a mai ember kényelme. A kényelme. Bele van a médiából, ömlik rá, hogy celeb legyél, szingli legyél. Ezek a kifejezésektől agyvérzést tudok kapni. Mindent átvettünk, minden hülyeséget. És a mi ős magyar utunkról teljesen letértünk. És nekünk ez a küldetésünk. Nem, mi nem azért születtünk le, hogy hülyék legyünk, már elnézést. A magyar nép a tudás népe volt, de reméljük lesz. Nem sok van már hátra. És utána mérünk aurát is, hogy egy kicsit itt a elalvás szélén lévő embereket fölrázzuk, aki szeretne természetesen, meg Anika kompjúterrel is tud mérni. Igen, ezt is elmondtam, itt most a szentek étele van, igen, igen. Tulajdonképpen a mondandóm nagy része az megtörtént. Igazából most már inkább kérdezni szeretnék egy-két dolgot, hogy ezt szoktam így csinálni, ha emlékeztek rá, hogy egy kész feltartással, egy-két kérdésre, hogyha jeleznétek valamit, azt megköszönöm. Ki hiszi azt, hogy szellemvilág van? Hát, köszönöm szépen, ez szuper. Nagyon jó. Ki hiszi azt, hogy nagyon-nagyon fontos, talán a legfontosabb, hogy visszatérjünk őseink útjára. Szuper. Ez nagyon megható különben, mert azért ilyen előadás nem olyan sok van, szerintem, sajnos, és ami valamiről szól is, és nagyon örülök neki, hogy így gondoljátok. Hát én nagyon megköszönöm a figyelmet, és a témával kapcsolatos kérdése, ha bárkinek van, ilyenkor szoktunk ilyet csinálni, az nyugodtan kérdezzen, sőt szeretném is, ha lenne
egy-két kérdés, vagy bármennyi, arra nagyon szívesen válaszolunk. És következő klubunk november 15-én lesz, amit már Anika ki is írt a diába, és már ott vendégünk is lesz, ami még eddig nem volt, de most már fogunk vendégelőadókat is beiktatni, amikor csak tudunk. Sőt, a célunk az, hogy Kovács Magyar Andrást is elhívjuk egyszer egy komoly nagy előadásra, csak az egy komolyabb szervezést igényel, de most már fogunk nagyon komoly vendégeket beépíteni a előadásainkba is, nagyon sok szeretettel várunk továbbra is benneteket, mindenkit, és mindig hozzatok el magatokkal még egy embert, ha tudtok, és előbb-utóbb üljünk át a nagy terembe, mert akkor már úgy érezzük majd, hogy elértük azt, amiért létrejött ez a kis klub. És nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek ismét. És köszönöm szépen még egyszer.